A rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi közlekedett szólnok irányából karcak felé, mikor eddig tisztázatlan körülmények között áttért a menet iránya szerinti baloldalba, és ott frontálisan ütközött a vele szemben közlekedő kis busszal. A baleset következtében a személygépkocsi sofőrje a helyszínen életét vesztette, míg utasa életveszélyes, valamint a kis busz két utasa az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülés szenvedett.